Köszöntöm kedves nézőinket, Eperjesi Tímea vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. 30 éves a Gárdonyi Zoltán Református Együttes. Évad záró koncert. Gacsái József 80 éves. Szekszárdi Művészetek Házában köszöntötték. Zenélő Magyarország országos koncertsorozat. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara Szekszárdon. Babics Mihály Kulturális Központ, programajánló és nyári szünet. A Szekszárdi Evangélikus Templomban tartotta évadzáró hangversenyét az idén 30 éves Gárdonyi Zoltán Református Együttes. Ahogyan ez a korábbi években is megszokott volt tőlük, az összegyűlt persejpénzt jó célra fordították. Az együttes énekét Lozsányi Tamás kísérte orgonán. Az eseményt Rácz József, református lelkipásztor, a Tolnai Református Egyház megye esperese kezdte áhítattal. A közreműködő Siklósi Tenkes Vegyeskar és a Komlói Munkáskórú színvonalas előadása emelte a zenei eseményt. Az apropó a mi barátságunkon múlott, hogy mi ide jutottunk egyszer, hiszen mi Kaposváron barátkoztunk össze, és azóta él ez a kapcsolat, azóta Judit is meglátogatott már minket Siklóson, mi meglátogattuk őket itt, és hát most úgy gondolta ő, hogy ezen a záró koncerten, ezen mi vele együtt szerepeljünk a mi két kórusunkkal. Ez az apropó. Fogunk énekelni például Gárdonyi Zsolt magyar ünnepi dalát, vagy fogunk énekelni nagyon szép Beethoven tavaszi dalát, vagy fogunk énekelni nagyon szép ír dalt. Összkarban is Beethoven fogjuk többek között énekelni, amikor a három kórus szólal meg együtt. Az egy nagyon-nagyon, gondolom, nagyon szép produkció lesz. Lozsányi Tamás nekem új dolog, mert én még nem találkoztam vele, csak Judit révén találkoztam most ezen alkalomból, és én tudom, hogy ő zongora és orgonaművész, és hát boldog vagyok, hogy vele együtt muzsikálhatok. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, és ez egy örömkoncert lesz, mert mindenki boldogan érzi, hogy itt van ennek a tanévnek a vége, és örömmel adja át magát most már a nyár boldogságának ezen koncert segítségével. 30 évvel ezelőtt alakult meg az a kórus, amit egy református lelkipásztor, Lemle Zoltán nagytiszteletű úr alapított, abból a célból, hogy a Tolnai Református Egyház megyében örömmondó békeköveként szolgáljunk. Egy együttesnek, egy amatőr csoportnak nagyon fontos, hogy legyen lehetősége szolgálata, és az egyházi felkérések mellett világi szolgálatoknak is eleget teszünk. Így kerültünk Kaposvárra az Éneklő Pannónia Kórus Fesztiválon. Egy újabb baráttal gazdagodott az addig meglévő ismerősök köre, Kunváriné, Okos Ilona tanárnő személyében. Az ő neve nagyon sok pécsi és Pécs környékén élő kórustagnak, iskolásnak ismert. Egy olyan tanárnő vezeti a mostani két vendégkórust, a Komlói Munkáskórust és a Siklósi Tenkes Vegyeskart, aki versenyekre vitte diákjait, emelt szinten hirdette Kodály országába, hogy legyen a zene mindenkié. Azért is nagyon fontos, mert ebben az évben 30 éves ez az együttes, és minden a három évtizeddel alakult megalakulás kor célként kitűzött gondolatok jegyében telik, és most úgy gondoltuk, hogy mind a két kórusát meghívjuk. Nagyon sok alkalommal volt lehetőségünk már jótékonykodni. Most már több egyszerre ajánljuk fel a persejpénzt a Tolna megyei Vakok és Gyengéllátók Szövetségének, és azt gondolom, hogy nagyon nehezen élhetik a mindennapjaikat, és hogyha egy szerény összeggel is támogathatjuk őket, akkor nagyon örülünk ennek. Minden évben, októberben, a protestáns hónapban
protestáns napi zenés áhítatót tartunk, vagy református, vagy evangélikus lelki pásztor hirdeti Isten igéjét, és azt a persejpénzt, vagy máskor, más alkalmakkor az evangélikus gyülekezet hitéleti tevékenységének megsegítésére ajánlottuk föl. Talán most azért, hogy nem egy barátot hívtunk, és hát nem nevezném így, hogy különlegesebbnek, egy munkás, sokat dolgozó időszak után vagyunk túl, voltak már fellépéseink, tulajdonképpen az évad szeptemberben, augusztus végével indul, és most egy kicsit pihenni megy a csapat, mert majd novemberben lesz a nagy jubileumi hangverseny a Művészetek Házában, és most egy a nyári összetartás előtt a megérdemelt pihenésünket töltjük. Több támogatónk is van, ezek között kiemelném, miután református együttes a kórus, Tolnai Református Egyházmegyét, akik évről évre támogatják a kórust, kiemelkedő művészeti együtteseként együttese vagyunk a városnak, a zenészek, a hangszeres szólisták mellett alkalmanként közreműködik az EOZIN vonós négyes, két szólistánk van, egyikőjük Pintér Gabriella énekművész, másikójuk a pécsi Úcsai Anna Mária operaénekes, és az ő foglalkoztatásukat, valamint a közel 3 évtizede velünk együtt dolgozó Lozsányi Tamás, orgona és zongora művész tiszteletdíját is pályázatokból, ezekből a támogatásokból rakjuk össze. Sevcsik Zoltán, a Szekszárdi Evangelikus Gyülekezet újonnan megválasztott esperese, aki mindig nyitott szívvel fogadta fele barátait, protestáns fele barátait, és első szóra hozzájárult, miután itt ragyogó orgona áll rendelkezésre, nem annyira távol van a szószéktől, kényelmesen elférünk, és a templom elhelyezése, megközelítése is nagyon sok ember számára kedvező. Barátságos, kisléptük, és szeretnek ide érkezni a vendégek. A több mint 70 közreműködővel lelket melengető programon vett részt a templomban összejött közönség. Összesen 45 ezer forint persejpénz gyűlt össze, amely a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Egyesülete tevékenységét segíti majd. Gacsályi József költőt, irodalomszervezőt, könyvtárost 80. születésnapja alkalmából ünnepelték családtagjai, barátai, munkatársai, olvasói és tisztelői a Szekszárdi Művészetek Házában. A meglepetés sem maradt el, ugyanis a közönség előtt kapta meg költeményeit frissen nyomtatva egy kiadvány formájában. Itt Szekszárdon agyalok egy hordón, folyton új bőrében az ember miéri, hogyha mindig máshol másképp akar élni. Az esemény házigazdája a Baka István Alapítvány elnöke Orbán György volt. Szív- és lélek simogató köszöntőket hallhattunk Zalán Tibortól, Kocsis Imre Antaltól, Elekes Eduárdnétől, Fazekas Istvántól és Dicső Zsolttól. Nagy meglepetés volt. Egyszer csak megjelent a Facebookon, hogy ennyi és ennyi idősen engem, ugye 80 éves vagyok, köszöntenek a családom, amelyik igen széles, az ismerőseim, barátaim, stb., akik összefogtak nem ellenem, hanem értem meg velem. Ennyi idősen azért teljesen jól nem érezheti magát az ember, legfeljebb azért, hogy megérte ezt a kort, és hát az egy nagy eredmény, azt meg kell érni. Ezt még időben érdemes felfedezni, hogy minden nap ajándék, és úgy is kell viszonyulni hozzá. Tehát úgy kell ajándéknak venni, hogy a teremtés szépsége benne legyen, és aki él, a maga területén teremtsen is.
egyrészt a talentumot, másrészt az a talentum figyeljen oda, hogy ne csak talentum maradjon. Mert a talentum az ugye tehetség, a tehetség pedig anélkül, hogy valamit le is tegyen az asztalra, az ember anélkül semmit nem ér. Fedezzük föl azt, ami öröm a számunkra, és azt aztán meglovagolni rendesen. Itt futballistától teniszjátékos, vagy fazonköszörűsig mindenre gondolok, hogy az értelmet megtalálja az életben, ahhoz bizony ezeket a jó lovakat meg is kell húzni. Magától jött a dolog, mert hála Istennek olyan környezetben nőttem föl, ahol a könyv ott volt az éjjeli szekrényen. Ott volt Berzsenyi, meg a Bánkbán az éjjeli szekrényen. És akkor még, mint aki senki nem tud semmit ezekről a dolgokról, megkérdezi az édesapját, vagy aki éppen oda tette, és ez elmondja neki. Így ért engem is ez az öröm, hogy a szüleimtől sokat tanulhattam. Nagyon sokat köszönhetek nekik. Mindenkinek a köszönetemet fejezhetem csak ki, hogy ezt a meglepetést szerezték nekem. Nem gondoltam volna, mert azért annyira jelentősnek nem tartom magamat, de úgy látszik, hogy mások meg másképp gondolják. Gatyáim 80 mester itt ül lélekkel, testtel, Józsi, nagyon jól festel. Gatyáim József költő ma éppen 80-at töltő zsebében vantól golyós. Eszünkben ám az jut, minek kergessünk namut, mikor ha gatya 80. Váltsunk hát témát, ritmust, szenvedet és izmust, jön a komolyabb rész most. Gatyai József mindenkinek, a barátjait Szekszárdon mindenkit ismerünk, nekem költőtársam, a folyóiratunknak, a PAD-nak csak nem 30 éve szerzője, és hát szép kerek 80. születésnap, és gondoltuk, hogy akkor meglepjük egy ilyen kis estével, délutánnal. Úgyhogy az apropója és a miértje így volt, Orbán Gyuri fogta össze a kis szétszólt csapatot, ahogy ez szokott lenni, és hát így összetrombitáltuk a barátokat, ismerősöket, és hát kiadtuk, megjelent a könyve. Ezt a Józsi akarta kiadni a kerek évfordulóra, ugye 80. születésnapja. Ez egy olyan kötet, hogy egy része új versek, egy része pedig a régebbi, gondolom az általa nagyon szeretett versek, és akkor mi meg gondoltuk, hogy akkor összedobjuk rá a pénzt. Mert ő a saját pénzéből gondolta, hogy akkor most ezt kiadja, nem vár ő kiadóra semmire. És akkor ez is Jankovics Zoltán barátunk, aki nyomdai ötletek kinyomta, és akkor hát most fogja megkapni. Még ő se látta, nem tudja. Tehát azt tudja, hogy készül meg, de nem. Nem. Tehát ő nem látta még. Azt tudja, hogy készül, de nem tudja, hogy milyen lett, hogy lesz, mint lesz, semmit nem tud. Gyönyörű lett, nagyon jó kötet, nagyon jó. A Józsi egyik legjobb kötete. Kocsis Imre Antal, mint Szekszárd volt polgármestere, volt, amikor a Józsi képviselő volt, akkor a Tóni volt a polgármester. A Mini, akkor ő volt a könyvtár igazgatója, mindenki csak úgy ismeri Mini, úgy is mondom. Ő fogja köszönteni Zalán Tibor, babérkoszorús, nem tudom én, mindenféle díjas költő barátunk, ő is köszönti, és én a PAD folyóirat, meg hát a PAD Egyesületnek is alapító tagja a Józsi nevébe, és Komjáti Tamás barátomék, a komjátiak fognak megzenésített gatyai verseket előadni. Ez lesz a várható program. Aztán, hogy mi lesz még? Hát a vége az természetesen, hogy a Fazekas István, a kiadó vezetője ünnepélyesen átadja a kötetet, és innentől útjára indul a gyönyör. Orbán Gyuri azzal a furcsa kéréssel fordult hozzám, hogy beszélnék-e Gatyásról, mint helyi politikusról.
hát azt hiszem ennél nehezebb témát nem adott, mert Gatyász minden volt, csak helyi politikus nem, mint ahogy én sem voltam helyi politikus. Egy filosz ült bent a testületben, és úgy viselkedett, ahogy egy nagyon kultúrált filosznak viselkednie kell egy ilyen testületben, ami mindenről dönt, mindenről határoz, ha kell, ha nem. Nyilván emlékeket el tudok mondani ebből az időből, de hát leginkább szeretnék egy Gatyái József verset elmondani. Ha kong, harang. Ha ver, kolom, ha kell, gyökér a törzs halom, ma ő a ház, az otthonod. Oly ismerős a hangod ott, ha szúr a fény, ha hull homály, a jambusz éppen ottan áll. Gatyái Jóska mindenféle tevékenységét nagyon szerettem és szeretem. Azt is, amikor egy-egy mészőidíjast interjúvol, és azt is, amit szerintem egész Szekszárd nem tud róla, hogy ma talán Magyarországon ő a legformagazdagabb és a formákat legtökéletesebben használó költő. Sajnos Szekszárd nem ismeri Gatyái Józsefet, mint költőt. Ma végre legyen egy olyan pillanat, amikor megismeri. Ő igazi formaművész. A költeményei, a versei igazi formaművészt rejtenek. Hát ne rejtse el, a közvélemény is ismerje meg. Él egy ember Szekszárdon 80 évig, és nagyon kevesen veszik észre, hogy mekkora ember él közöttük. Egy szál a színpadon, tontjának fény legyen, karján kutátoljon az égre, égre, a völgyát költözi, a tó a kötsubát lassan lehátlari, kibolyt. Idén 16 városba látogatott a hagyományos Zenélő Magyarország programsorozat. Első állomásukon a szekszárdi közönségnek játszottak a részfúvósok. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara immár 5. alkalommal vitte házhoz a legszebb klasszikus és filmzenei dallamokat. A fúvós vonós, részfúvós és vonós kamara zenei együttesek műsora igazodott a könnyed hétvégi programokhoz, így az érdeklődők kötetlenül élvezhették az előadásokat a pezsgő nyári estéken. A helyszínek kiválasztásában arra törekedtek, hogy az ország minden régiójába eljusson az élő zene varázsa. Kaip Robertet kérdeztük, aki 1997 óta a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának első harsonása. Idén 5. alkalommal kerül megrendezésre a Zenélő Magyarország keretein belül a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának különböző kamara csoportjainak élő zenés térzenei hangversenyei. Tulajdonképpen ennek a koncertsorozatnak kettő célja van. Az egyik az, hogy népszerűsítsük a Magyar Rádió zenei együtteseit, népszerűsítsük egy kicsit a komoly zenét, a klasszikus zenét, ezáltal különböző összeállítással készültünk, lesz benne John Williams, olimpiai fanfár, lesz benne reneszánsz zene, lesz benne Wagner, lesz benne kifejezetten erre az együttesre írt darabok, és szeretnénk megmutatni, hogy ugyan mi komoly zenészek és klasszikus zenészek vagyunk, de attól függetlenül még nagyon vidámak is. A másik célja pedig ennek a programsorozatnak pedig az, hogy esetleg akik nem tudnak eljutni koncertekre, megyeszékhelyekre, vagy esetleg a fővárosba, nekik tulajdonképpen idézőjelbe véve házhoz tudjuk hozni a zenét. Ezáltal is szeretnénk népszerűsíteni még a komoly zenét, a klasszikus zenét, valamint a Magyar Rádió zenei együtteseit. A
visszajelzések nagyon jók, úgy vettük észre, hogy a közönségnek nagyon tetszik. Lesz egy kis konferálás a darabok között. Be fogom mutatni majd, hogy pontosan milyen zeneszerző, milyen darabját fogjuk játszani. Beszélek egy picit a szerzőkről, a darabokról. Lesznek átiratok és lesznek kifejezetten részfúvós együttesre írt darabok is. A mostani koncertsorozatunknak az első állomása Szekszárd, utána innen beülünk a buszba, a Paksra megyünk át, valamint holnap Csurgón és Balatonszentgyörökön fogunk még játszani, ugyanezzel az összeállítással. A zenekari muzsikusokból álló különböző kamarazenei formációk idén is népszerű szerzők darabjaival készültek. Részfúvósaik Wagnert és Handelt játszottak, a fafúvós és vonós kamarazenei együttesek koncertjein pedig Mozart művei mellett Bach és Vivaldi remekei is felcsendültek. Más zenélni, ugyanis egy koncertteremnek hát nyilván más az akusztikája, de ennek ellenére mi nagyon-nagyon szeretjük az úgynevezett ilyen nyitott koncerteket, mert teljesen másképp kell megszólaltatni a hangszert, de úgy vettük észre, hogy ezekkel a csodálatos részfős hangszerekkel azért be tudjuk tölteni a teret is. A szekszári közönségnek az együttes részfúvósai adtak koncertet a Babits Mihály Kulturális Központ előtt. Úgy gondolom, hogy azáltal, hogy esetleg ha valaki nem tud eljutni koncertekre, és mi elhozunk nekik az élő zenét, ezáltal is gyakorlatilag tudjuk egy picit a lelküket, a hangulatukat jobbá tenni, és mi pedig szeretnék megmutatni, hogy milyen szépen és csodálatosan lehet játszani ezeken a részfúvós hangszereken is. A Babits Mihály Kulturális Központ nyári programajánlója következik. Babits Mihály Kulturális Központban a következő hetek, napok is tartalmasak lesznek. Annyit azért hozzá kell fűznöm, hogy nekünk is most kerül sor hamarosan a nyári megállásra, ahol pihenünk egyet, de ettől függetlenül van program, és lesz program, amiből a kedves közönség ezt a szünetet leszámítva, ezt a szüneti időszakot leszámítva válogathat. Július 7-én a Művészetek Házában kerül sor a Holokauszt emléknapra, vasárnap 10 óra 30 perckor. A megemlékezést a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraeli Hitközség, valamint Szekszárd megye jogú városa szervezi. Lesz egy emlékműsor, egy alpolgármesteri köszöntő Gyurkovics János alpolgármester úrtól, lesz liturgia, emellett pedig a szokásos módon kint a Holokauszt emlékműnél egy koszorúzással egybekötött csendes főhajtás. Ez lesz július 7-én, tehát 10 óra 30 perckor. És ha már a Művészetek Háza, szeretném felhívni a kedves vendégek figyelmét a
Kalocsai Jenikő festőművész június 22-én megnyílt Visszapillantás című tárlatára, amely egészen augusztus 11-ig várja az érdeklődőket. Gyönyörű, szép, színes kiállítás, olyan igazi nyári, könnyed, friss és természetesen elgondolkodtató. Mindezek mellett Kalocsai Jenikő munkásságából egy átfogó képet nyújtó, egy keresztmetszetet adó, rendkívül színes, ahogy mondottam volt, és egy izgalmas tárlat. Aztán továbbra is várjuk a sport szerelmeseit, ki a Garai térre, a szurkolói teraszra. Javában tart még a labdarúgó Európa-bajnokság, nem kevés izgalmat, nem kevés meglepetést tartogat. Sajnos magyar csapatot már nem tartogat, a válogatottunk már nem tudott tovább menetelni, de ettől függetlenül nagyon-nagyon izgalmas és tényleg meglepetésszerű meccsek vannak. Úgy tűnik, hogy jelenleg az Európa-bajnokságon nem akarok elemezni, de minden a hosszabbításban, a bizonyos 90 percen, azokban a pluszokban dől el. Hát ezeket a pluszokat is érdemes, meg a meccseket is érdemes végig izgulni, egy óriás kivetítő, akkor a barátaink, valamint jó hideg italok társaságában. Ugye július 14-éig tart az EB döntő, mi úgy hirdettük meg ezt a rendezvényt, a szurkolói teraszt, hogy az Európa-bajnokság teljes időtartama alatt, tehát természetesen az elődöntőt, a döntőt is, meg a további mérkőzéseket is megtekinthetik ott a tisztelt érdeklődők. És hát az EB július 14-én véget ér, mi pedig július 15-től, hétfőtől zárva tartunk. A Babits Mihály Kulturális Központ egy kéthetes szünetre vonul. Ekkor a mozi sem lesz látogatható egészen július 28-áig, július 29-én hétfőn pedig pihenten, frissen, újult erővel várunk minden kedves vendéget moziba, esetleg vagy bármilyen más programunkra. Természetesen gőzerővel készülünk a nyárvégi programokra, ilyen például az augusztus 20-a, és hát gőzerővel készülünk szeptemberben a szekszárdi születinapokra. És szeptemberből szeretnék még megemlíteni egy pár programot, amelyek a következők. Beethoven és Chopin címmel érkezik a Művészetek Házába szeptember 4-én Hegedűs Endre, Liszt és Kossuth díjas zongoraművész. Aztán az Egy életem című előadásával érkezik Szinetár Dóra szeptember 9-én hétfőn 19 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermébe. Szeptember 13-án pedig Kalandozás 30-al érkezik Pintér Gabriella jubilómi koncertjével szintén ide a rendezvényterembe. Szeptember 13-án pénteken 18 órától. És ha már említettem a szekszárdi születinapokat, tradíció, hagyomány, hogy előtte mindig vannak nagy produkciók, kvázi felvezetendő a szekszárdi születinapokat, most is lesz, és nem csak lesz, hanem lesznek. A Látomások című produkcióból szeptember 17-én és szeptember 18-án egy dupla előadást tekinthetnek meg a kedves nézők. Ez egy rendkívül látványos táncshow, amely Queen zenére 3D látványvilággal kombinált, úgyhogy páratlan és felejthetetlen élményt, kiváló perceket ígér, úgyhogy nagy szeretettel várunk erre is mindenkit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!